Ez itt a Központi Híradó, az ötös csatorna, a Központi Újság és a Kutyostat képes híradója, Magyarország egyetlen független és értelmes hírműsora. Belföldi és külföldi hírekkel, élő bejelentkezéssel, időjárással és sporttal. Köszönti Önöket a stúdióból Galambos Zsófia és Derecskei István. Köszöntjük kedves nézőinket! Számos fontos esemény történt az elmúlt hetekben az országban és a világban, amiről beszámolhatunk Önöknek. Úgy van, szép napot mindenkinek! Javában tombol a nyár, sokan töltik pihenéssel ezt az időszakot, de az élet nem áll meg. Lássuk is főbb híreinket röviden! 15 éves gyermeket szült az anya, a kicsi jövőre már mehet is dolgozni. Közösségi finanszírozásból önkéntesek bevonásával épített kerékpárutat a két farkú Zuglóba. Az IMF elsüllyeszteni Afrikát. A tervek már készen vannak, megszűnhet az éc és a szegénység. Felcsúton polgármester választás lesz. Az MKKP jelöltje az igazi Mészáros László. Statisztika. Magyarországon beszélnek a világon a legtöbben magyarul. A kormány kész segítséget nyújtani az elmaradottabb országoknak a nyelvoktatás fellendítéséhez. A gyermekvállalás és nevelés hatalmas anyagi terhet ró a szülőkre. Számítások szerint 14 éves korig az egy gyermekre jutó költségek meghaladhatják a 10 millió forintot. Következő riportunkban jó ötleteket meríthetnek azok, akik szerény anyagi körülmények közt élnek, de mindenképpen szeretnének gyermeket vállalni. Tamás és Éva 12 éve házasok. Egy dolog hiányzott csak a boldogságukhoz. Mindig is nagyon szerettek volna gyereket, de tudták, hogy nem engedhetik meg maguknak, hiszen még a számláikat is alig tudják fizetni. Szomorúan jöttek rá, hogy 3 diplomával rendelkező tanárként sosem fognak a gyermekvállaláshoz elég pénzt keresni. Azonban Éva tegnap reggel a János kórházban egészséges újszülöttet hozott a világra. Jánoska 15 éves, 172 centi és 71 kg. Jövőre már mehet is dolgozni. Kapcsoljuk kollégánkat! Szervusz Eszter! Hogy van a baba és a mama? Üdvözlöm a nézőket! Úgy tűnik, minden rendben ment. Itt vagyunk a János kórháznál, és a szülés után a Központi Híradónak ad először interjút Éva, aki tegnap reggel sikeresen hozott világra egy 13 éves kisfiút. Éva, nehéz szülés volt? Hát, nem volt egyszerű, de nagyon profin megoldották az orvosok, úgyhogy minden rendben ment. Most szopizott az előbb Jánoska, és most éppen alszik. Hát nagy öröm ez nekünk. Nagyon régóta szerettünk volna gyereket, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ez végre összejött. Nagyon reménykedünk benne, hogy jövőre már tud menni munkába is, mert nem bírjuk a költségvetést, és hogy be tud majd ő is szállni. Akkor kimarad a bölcsi, az ovi és a suli is? Igazából szerintem ezek nem is olyan nagyon fontosak, majd útközben úgyis megtanulja így az élete folyamán a számokat, meg a betűket. Mi is több diplomás tanárok vagyunk, és így is alig jövünk ki minden hónapban. Majd az élet az megtanítja arra, amire kell. Különben is egyébként nagyon jó közmunkaprogramja van Magyarországnak, úgyhogy csak nem fog azért éhen halni, de nagyon örülünk. Gratulálunk a Központi Híradó nevében is. Köszönjük szépen! Nem is zavarjuk tovább őket, láthatóan nagyon nagy a boldogság. Reméljük, hogy ezt a sikeres és nagyon izgalmas gyermekvállalási stratégiát sokan fogják még követni. A szó a stúdióé. Gratulálunk a családnak! Az új gyermekvállalási eljárást az Emberi Erőforrások Minisztériumában is üdvözölték. Reméljük, hogy ezzel a bárki számára elérhető, gazdaságosabb módszerrel végre ismét több gyermek születhet Magyarországon. Bringások és civilek évek óta várták hiába a Teleki Blanka úti bicikliút MÁV területére eső 100 méteres szakaszának megépülését. Továbbra is kátyúk, ezer éves megsüllyedt macskakő, betondarabkák és sínek között vezetett a kerékpárosok útja. Ám az MKKP az érintett útszakaszt sok kerékpáros örömére önkéntesek bevonásával megépítette. Bácsi a biciklin, teker és kacsingat. Remek kis bringaút vezet Zuglóban, a Teleki Blanka utcában egészen a Rákos rendezői vasúti átjáróig. Illetve nem teljesen, mert az útépítők az utolsó 100 méteres szakaszt elfelejtették megcsinálni. Így aki erre a szakaszra ért, sínnel, sárral, patkákkal kellett megküzdenie.
Sok baleset történt ezen a szakaszon. Civil szervezetek és érintett bringások többször tiltakoztak, de nem értek el eredményt, így a Magyar Kétfarkú Kutyapárt közösségi finanszírozásból csinálta meg a hiányzó útszakaszt, illetve annak csak egy részét, ugyanis a MÁV nem engedte befejezni az építést, arra hivatkozva, hogy a MÁV területe magántulajdon. A kerékpárút építőkre rendőrt is hívtak. Az ügynek még lesz folytatása. Eddig a pontig sikerült megépítenünk egyelőre a Rákosrendezői bicikliutat. Jól látható, hogy a MÁV most is őrzi a területet, ne tudjuk befejezni. Minden esetre mi tervezzük a folytatást. Egy rádiós interjúban a MÁV szóvivője is megszólalt a kérdésben, és bár a bicikliútban továbbra sem hisznek, ez kiderült, viszont a Tűserdőn kiavított szikra vasúti megállónkat megemlítette ebbe a rádiós interjúban. Üdvözölte ezt a kezdeményezést, és gyakorlatilag engedélyt adott az ország összes vasútállomásának kifestésére, tehát a jó hírünk, hogy ez mostantól legális. Egy másik jó hírünk is van, habár a bicikliút projekt egyelőre csak félig sikeres, közben kiderült, hogy az állomásfőnök nem látja az ablakából a Rákosrendezői mosdót, úgyhogy mi egy villámdemonstráció alkalmával tájékoztattuk a mosdó állapotáról, és ugyanúgy vasárnapig adtunk számára határidőt a mosdó kitisztítására, mint ahogy mi is vasárnapig kaptunk határidőt a maradék bicikliút befejezéséhez szükséges aszfaltkupac ellapátolására. Mi is tartottuk a határidőt, és a MÁV is a Rákosrendezői mosdó 100%-ig megújult, és teljesen tiszta, még WC-papír is várja a WC-zni vágyókat. Siker, igen a párt! A Nemzetközi Valuta Alap éves közgyűlésén új, nagyszabású tervet jelentett be, ami a globális problémák sokaságát oldaná meg pillanatok alatt. Az IMF ugyanis az óceán alá süllyeszteni az egykor gazdag, mára azonban már teljesen haszontalan, sok problémát okozó kontinenst, Afrikát. Szinte felsorolni is nehéz, hogy mennyivel jobb hely lenne a világ Afrika nélkül. Visszaszorulna az éc, a járványok, jelentősen csökkenne a szegénység, kihalna rengeteg visszataszító állatfaj, például a szurikáták, a bébi oroszlánok és az antilopok is. Véget érne rengeteg háború, és legalább 20 évvel elodázhatnánk a túlnépesedés problémáját a Földön. Nem beszélve arról, hogy Afrika természeti kincseit, az aranyat, gyémántot, olajat már javarészt kitermeltük. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy szükség van Afrikára. Ezért az IMF felvilágosító kampányba kezdett, melyben közérthetően kommunikálják a lakosság felé a kontinens felszámolásának előnyeit. A kampány költséges, de bizonyára megéri. Afrika megszüntetésétől elképesztő gazdasági és morális javulást várhat a világ megmaradó része. Hogyan fog zajlani ez a művelet? Vannak már tervek az elsüllyesztésre vonatkozóan? Nagyon leegyszerűsítve, az első fázisban megnövelnék Afrika területét, majd 180 fokkal elforgatnák, és utána elsüllyesztenék az óceán fenekére. A bonyolult geopolitikai terv megvalósítása még mindig a legolcsóbb megoldásnak tűnik. Mit mondanak az ellenzők? Biztos vannak, akiknek nem tetszik ez az ötlet. Az ellenzők legfőbb érve, hogyha nem lesz Afrika, akkor nem tudja majd hova vinni Amerika és Európa a szemetét. Ám erre is lehet megoldás. A jelentések szerint biztató tárgyalások folynak ázsiai országokkal ez ügyben. Afrika elsüllyesztésére egyébként már korábban is voltak tervek, de ezek eddig csak álomnak tűntek, kivitelezhetetlenségük és a hatalmas költségek miatt. Ám a mostani eljárás már jóval költséghatékonyabb, úgyhogy végre pontot tehet a világ az Afrika probléma végére. Tombol a választási kampány az ország ékszerdobozában, a Fejér megyei Felcsúton, ahol is két Mészáros László áll szemben egymással a polgármesteri székért folyó küzdelemben. Mi most az igazi Mészáros Lászlót kérdeztük álmairól, terveiről, és hogy megválasztása esetén miként képzeli el a település jövőjét. Mészáros László. Különös helyzet állt elő Felcsúton, ahol a tavasszal lemondott polgármester Mészáros Lőrinc utódjának Mészáros Lászlót látná szívesen a polgármesteri székben. Eközben felbukkant egy másik jelölt is, akit ugyancsak Mészáros Lászlónak hívnak, rövid interjú következik az esélyesebb jelölte Mészáros Lászlóval. Felcsútot
rengeteg nagy dologról ismert, mint a Pancsó Aréna és az űrkikötő és a Puskás Akadémia, de az embereknek, a felcsótiaknak a hétköznapi életét befolyásoló apró dolog, problémákkal nem sokan foglalkoznak. Én úgy tervezem, hogy ezekre fókuszálok. Közismert például, hogy tavaly nyár folyamán, nem tudjuk miért, talán a nemzeti konzultáció miatt elmenekült a falu egyik nevezetessége, a Kodzseknyalóka, más néven Víztorony. Ezt jelenleg egy gravitációs anomália segítségével próbáljuk visszacsalogatni a régi helyszínére, valamit majd dolgozunk azon, hogy ez gyorsabban megvalósuljon. A falu egyik különös anomáliája, hogy az úgynevezett kisbolt kétszer akkora, mint a nagybolt. Úgy terveztük, hogy megválasztásom esetén aláírásokat gyűjtünk ennek a helyzetnek a megoldására. Egy sokkal szélesebb probléma a falu életében, hogy a futballmeccsekre űrhajóval érkező ganümédeszi látogatók miatt nem lehet használni a Pancsó Arénának a szokásos autóparkolóját, így akik autóval érkeznek, kénytelnek a falu főutcáján parkolni. Az MTA Futballcsakra Kutatóintézete a futball erővonalaknak egy különös csoportosulását fedezte fel a Pancsó Aréna pályájának délkeleti szektorában. Ez az aszimetria oda vezet, hogy a felcsút futballcsapata minden mérkőzésen 3 gólt kap. A Pancsó Arénát mintegy 90 fokkal elfordítva helyreállítjuk ezt az apró egyensúlytalanságot, és hogy onnantól kezdve a felcsút futballcsapat a 3 gólt rúgni fog minden meccsén. Felcsút egyik nevezetessége az úgynevezett kisvasút. Az egyik tervünk az, hogy a kisvasútat meghosszabbítjuk a kelenföldi pályaudvarig, így átszállás nélkül lehet majd eljutni Budapestre, ha valaki a fővárosban akar elmenni ügyeket intézni. Ezt a fővárosiak is ezután átszállás nélkül tudnak majd eljutni az Alcsúti Arborétumba. Megtévesztő felmérés jelent meg nemrég, mely szerint továbbra is mi, magyarok beszélünk a legkevesebben angolul. Az ilyen kimutatások ok nélkül okozhatnak szomorúságot az embereknek, és azt a látszatot kelthetik, hogy a magyarok tanulatlanok. Pedig ez nem így van. Magyarországon a mai napig mi magyarok beszélünk a legtöbben magyarul. Tény, hogy angolul nem nagyon tudunk. Ám ha a megfelelő statisztikát nézzük, rögtön szembe tűnik hazánk vitathatatlan kulturális fölénye. A népességszámhoz viszonyítva továbbra is Magyarországon értenek a legtöbben magyarul. Országunk 98%-os eredményét meg sem közelítik más országok. Romániában legfeljebb 12%, Szlovákiában 9% beszél magyarul. Az elmúlt években Anglia tudott kicsit erősíteni, itt jelenleg a népesség 3%-a ismeri föl a nyelvet. A kormány már jelezte, hogy továbbra is kész minden szükséges segítséget megadni az elmaradottabb országoknak a magyar nyelvoktatás fellendítéséhez. 500 000 önkéntes közmagyar tanárt már ki is küldtünk az elmúlt években Nyugat-Európába. Döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Új összevont sportágak jelenhetnek meg a következő olimpiákon, így azok is élvezhetik majd a közvetítéseket, akiknek unalmasak voltak a megszokott versenyszámok. Kapcsoljuk sportszakértőnket! Üdvözlöm a nézőket! Végre új olimpiai sportágak mutatkoznak be a 2020-as nyári, valamint a 2022-es téli olimpián. A biatlon népszerűségén felbuzdulva a szervezők úgy gondolják, hogy rengeteg új érdeklődőt vonzhat az olimpiára, ha több, a sílövészethez hasonló sportág keverék is megjelenik a játékok közt. 2022-es téli olimpián valószínűleg minden eddigi rekordot megdönt majd a sílövészet nézettsége, hisz a sportolók bármilyen fegyvert használhatnak majd. No de lássuk is, mik ezek az új összevont sportágok. Az első a horgászúszás, ahol is a versenyzőknek 400 métert kell mellúszásban időre leúszniuk, s eközben ki kell fogniuk két pontyot. Majd 800 méter hátúszás következik, közben merítőhálóval snecit kell halászniuk. A két versenyszám között pedig szabadkézi halpucolás lesz a feladatuk. A sportolóknak a pályán kívül is példát kell mutatniuk, ezért 2022-ben jön a bobos főzés. Annyi különbség van a sima bobbal történő leúszás és a bobos főzés között, hogy az utóbbinál a sportolóknak a lecsúszás alatt kell elkészíteniük valami frissen sültet négy személy részére. Itt az időeredményen kívül a célba érés után Michelin csillagos szakácsok pontozzák majd az elkészült ételek küllemét és ízét is.
A nemzetközi nyomásnak eleget téve 2020-ban már láthatjuk az olimpián a Közel-Keleten méltán népszerű rakétakilövős szinkronúszást. Ami 10 perc szinkronúszást jelent, miközben egy darab interkontinentális rakéta kilövésére van módja a sportolóknak. Külön pontozzák a szinkront és a találat pontosságát is. A lövedéknek észak-Koreában egy tetszőleges, de előre kiválasztott célpontba kell becsapódnia, ezt a versenyszámot egyébként a NATO is támogatja. Sajnos vannak olyan összevont sportágak, amelyeket nem engedélyezett a NOB, arra hivatkozva, hogy túl veszélyes, ilyen például a versenyautós lövészet, ahol is vezetés közben lehetne élő állatokra lőni, illetve biztos, hogy nem szerepel a következő olimpiákon agár versenyes szülés sem. Egy kis szomorúságra adhat okot, hogy ez a versenyszáma a Magyar Olimpiai Bizottság javaslatára került fel a listára. További jó nyaralást kívánok, köszönöm a figyelmet, szó a stúdióé. Az elmúlt napok tikkasztó időjárása miatt felesleges ábrákkal és számokkal nem terheljük most Önöket. A lényeg, hogy kánikula esetén fogyasszanak sok folyadékot és húzódjanak árnyékos helyre. És ami a legfontosabb, ne hagyják szeretteiket, házi kedvenceiket gépjárműveikben. Ezek voltak a híreink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha megosztani való híreik vannak, ne mondják el senkinek. Önök a Központi Híradót látták, Magyarország egyetlen értelmes hírműsorát. Legközelebb hamarosan jelentkezünk újra. Kövessenek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon vagy a weboldalunkon. Viszontlátásra! Viszontlátásra!